Vízbe csobbannak a magyar ökölvívók, tatán úsznak a keményöklő legények a siker érdekében. A vezetők számításai alapján az eddigi 3 olimpiai résztvevő mellett még 3 versenyző juthat ki Londonba. Nézzük, hogy hogyan készülnek a kvótaszerzésre. K.T. Gyulával ugrunk fejest a magyar ökölvívó válogatott tatán eltöltött napjainak egyikébe. A harcedzett öklözők, amelyen ébredést megkönnyítő, testet ébresztő félórás úszással kezdenek minden reggel. Ökölcsapások helyett karcsapásokkal indítják a napot a bunyósok, és valószínűleg már csukott szemmel is eltalálnak a szobájuktól az úszodáig dr. Kovács László tanítványai. Hát a teljes évet nézünk, én szerintem a 12 hónapból olyan 4-et biztos, hogy fönt vagyunk. Persze nem egy húzamba, és ugye csak hétvégén mehetünk haza egy másfél napra pihenőre. Miután végeztek az úszással és szaunázással, a srácok visszatérnek a szállásra, majd egy gyors ruhacserét követően már a tatai edzőtábor ebédlőjében találkozunk legközelebb az öklözőkkel, ahol a londoni kvótával rendelkező K.T. Gyula egy kis bundás kenyér felől érdeklődik, de végül az incsiklantozó rántottából pakol magának. Mint ahogy Bacskai Balázs is, kell az energia a fiúknak, hiszen egy kis pihenés után már kondi edzés következik. A telefon az nélkülözhetetlen, illetve én azon internetezek, akkor a szobatársam a laptopon nyomja, a tévét nem nagyon használjuk, mert igazából 3-4 csatornánk van, ami normálisan működik, azon általában úgy sincsen normális csatorna, amit tudnánk nézni, és egy szabadidővel elég kevés rendelkezünk. Igazából este van az, amikor a vacsora után van egy ilyen 2-2,5 óránkor, hogy este 10-ig van egy kis kimenő, akkor általában el szoktunk menni csocsózni, vagy presszóba menni, és akkor ott így elhülyéskedünk, vagy az utóbbi időben rákattantunk, hogy megyünk szoláriumba. Ahova eddig jártak a fiúk, az leégett. Nem úgy a férfi felnőtt szakág, amely eddig 3 olimpiai kvótával bír. Varga Miklós, Harcsa Zoltán és K.T. Gyula már biztosan ott lesz Londonban. Ha az elképzelést nézem, azért illő lenne Benzsinek egy kvótát hozni, tehát ő mindenképpen számolok is rá, nagyon jó felkészülésen esett eddig keresztül, és remélem, hogy az a szellem, az a céltudatosság, amit eddig hozott az a hátralévő időpontban is ezt fogja szolgálni. És kisebb súlyokban van kvóta esélyesünk, ugye itt akárha nézem, az Ungvári Pistát, akkor Dobrádit, vagy a Nagy Krisztiánt, őtőlük bármelyiküktől lehet számolni, hogy esetleg egy jó sorsolással, egy jó teljesítménnyel, akár kiugró teljesítménnyel kvótát szerezhetnek, és hát azért nagy súlyokban sem szabad elfelejtkezni, van nekünk egy Szellő Imrénk és egy Darmos Joskánk. Az Európai Kontinens Olimpiai Selejtező tornáját áprilisban rendezik Trabzon városában, ahol azokért a helyekért küzdhetnek a versenyzők, amelyek a bakui kvalifikációs világbajnokság után még elosztásra várnak. Darmosnak meg kell nyerni a súlycsoportját, Bacskainak döntőznie kell, míg Szellő Imrének az első 3 hely valamelyikét kell elcsípni, és akkor már is megduplázódik a magyar kvóták száma. Sajnos nem vagyunk még olyan szinten, amikor azt merném mondani, hogy biztos olimpiai esélyesünk van, tehát biztosan az, hogyha kiutazunk, akkor tuti tudunk hozni érmet. Nagyon nagy a kockázati tényező, hát ezen próbálunk csökkenteni, de természetesen megvan annak az esélye egy jó formában lévő csapatnál, hogy az érem közeli állapotba tudjunk kerülni. Mentálisan most igazából úgy készülök, hogy nagyon-nagyon sokat segít az a családi háttér, amit kapok. Szóval tényleg most egy nyugodt párkapcsolatban élek, vannak pozitív emlékeim, amiből táplálkozok, köztük az megint az évelején a Bocskai, hogy megnyertem ismételten, ez egy nagyon nagy önbizalmat adott, hogy most már ne egyére megnyertem, pedig tényleg erős mezőny volt. És ezek önbizalmat adnak, és ezekkel foglalkozok, ezekkel a pozitív emlékeket hoz. Vonultatom fel így az emlékeimből. Nem foglalkozok olyan dolgokkal, ami felesleges, ami káros. Negatív embereket így próbálom elkerülni, véletlenül se húzzanak le. És úgy gondolom, hogy ez most tényleg bejön. Barátnőm hiányzik, ha arról lehetne szó, akkor a közös DVD-zések, mert minden. Szeretek otthon lenni, elvégül filmezgetek, feltállom magamat, meg a barátok. De hát most ez erről szól. A délelőtti kondicionális edzés után ebédelnek a fiúk, majd egy siestát követően a délutáni kesztyűs tréning következik. Este kapnak egy kis kimenőt, aztán kezdődik minden előről. Harc a kvótákért.